Hiába a történelmi csoport kiesés a labdarúgó vb n amelyet Gündogán Özil futballpolitikai botrány is megelőzött, a szövetség megerősítette posztján a 12 éve szövetség kapitány Joachim Lövöt, akinek pályája bizonyos értelemben párhuzamos Merkel kancellárival, német foci és német politika, Pongrász Bálint Lászlóval, a Mindset pszichológia pénzügyi igazgatójával. Hát aki hobbi szinten foglalkozik ezzel a kérdéssel és írelemzéseket, szervusz, jó reggelt ja, Én azt mondtam valamelyik nap, hogy a kudarcrendező német megfejtés az kezd, Azódni, vagyis, hogy Németország a Kasínpas a korábbi labdarúgója receptai Erdogan miatt esett ki a világbajnokságon. Na de, hogyha viccet félretesszük, akkor mit árul a német futballról ez az affér? Hát, hogy az affér mit tárul el, az, az egy nagyon hosszú kérdés. Hogy a kudarc kezeléssel kapcsolatban mi árul el, az egy kicsit talán egyszerűbb szerintem. Ugye a, már a világháborúban a németek ezt a jól ismert tördöfés elméletet alkalmazták. Szerintem en, ezzel szemben a németekre én úgy gondolom, hogy azóta, és a sportpolitikában is nem jellemző a bűnbakkeresés, és ahogy látjuk, a löv is bőven megmenekült. Ami egyrészt lehet, hogy jó stratégia, mert én azt sem tartom sokszor okosnak, hogy, hogy kisebb, nagyobb kudarcok után rögtön elküldik a szövetségi kapitányokat, vagy, vagy klub menedzsereket, de lehet, hogy váltani kéne ez már. Igen, azért itt a Maró van szó, hogy három, négy év, öt év, egy vagy két világbajnokság, hanem egy nagyon hosszú, a politikában is, hogyha Merkel azt mondja, gondunk egy, egy nagyon jelentős és hosszú korszak az, ami jogi löv mögött áll, de úgy tűnik, hogy hogy bíznak benne, de visszatérve erre az Özil Gündogan ügyre, ami Hát ugye a török elnök kampány kapcsán robbant ki a botrány Németországon még a világbajnokság előtt, és ez egészen a német államfőig eljutott az ügy, egy beszélgetés séta volt közöttük. Azért az jelzi ennek a kényes német multikulti egyensúlynak a problémáját is, nem? Hát igen, ez elég kényes, azt mondhatjuk. Üm, tulajdonképpen ugye a Németország, meg a német közélet azt kommunikálja Erdogannal kapcsolatban, folyamatosan, hogy, hogy egy diktátor, és ez is élen az emberek fejében, és elutasítanak gyakorlatilag minden olyan értéket, ami az Erdogán mellé állítható, mert, mert az szemben áll az európai demokratikus értékekkel, és az a foci csapat, ami ugye a németeknek így nagyon közel áll a szívéhez, és ugye párhuzamban áll a, a, németek gondolkodásában ezekkel a demokratikus értékekkel, ennek a foci csapatnak egyszer csak két tagja kiáll egy olyan Diktátor mellett, akit a németek úgy szívből nem szeretnek. Úgyhogy én megértem, hogy ez a nagy portkárt egyébként magyar viszonylatban erre nehéz párhuzamot hozni. Igen. Van egy másik ország, ahol némi párhuzamot tudunk hozni, mert az eset némiképpen megismétlődött az albán szívű svájci játékosokkal Szerbia ellen, és hát nem tudom, hogy ez a narratíva, ez a megoldás, ez az egy emberben két identitás, amivel próbálják magyarázni és lezárni ezt az ügyet mindkét esetben. Hát ez szerintem fából vaskarika ilyen nincsen, én ebben hiszek, őszintén szóval egy ember szerintem egy nemzethez tud tartozni, lehet, hogy ez egy egyszerűen vagyok bekötve, de én ezt gondolom. És uh, szerintem teljesen világos, hogy, hogy az albán focisták azért fociznak Svájcban, mert ott egyszerűen jobb lehetőségeik annak, de az identitásukat, meg szerintem száz ezerig albánnak számítás. Az valami, igen, azok a gyökerek, azok mások, azok mélyebbek, mint az utána való karrieradottságuk, ez, ez valószínűleg így van, ez egy nehéz ügy. De milyen mélységű probléma a Németországnak a futball, a politika, meg hát egyáltalán ennek az identitáspolitikának a zavara? Én, hogy messzebbről kezdjem, szerintem azt, én azt gondolom nagyon fontosnak, hogy még a legtöbb ilyen jobb létben lévő államnál az az elképzelés, hogy nem annyira fontos az emberek életében a, a sport, a foci, mint a kicsit kevésbé jólétben élő országok számára. Ugye tudjuk, hogy mondjuk a, a szegény brazil családoknak az egyetlen nagy örömük, hogy a, látják a válogat. Hogy Igen, a közösség teremtő közösségteremtő. Tehát, tehát, hogy, hogy jó, Ez hogy... Az, a, az a, prekoncepció, hogy, hogy ennek sokkal fontosabb szerepe van a, a, nem jó létben lévő államoknál. Szerintem ez igaz, de ebből nagyon kilóg Németország. Már pedig ennek ez visszavezet a második világháborúig, illetve odáig, hogy utána milyen szerepe volt a futballnak, állította -e a német identitás és nemzeti büszkeség visszanyerésében, igaz? Igen, nekem sok ismerősöm van, aki élt abban a korban, én ezt ugye nem tudhatom közvetlenül, de, de ők mesélték, hogy tulajdonképpen az NSZK-ban nem, ez szinte szinte szégyelték az emberek a, a német zászlót, és nem, nem szívesen tették ki házukra, nem, 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 volt az a számunkra, elkép, tehát a számunkra elképzeletlen, hogy mennyire nem volt divat a, a, nemzeti identitás tudat Németországban. És ennek az egyetlen mencsvára az a, az a foci volt. Az, hogy, hogy ez végül ilyen jól sikerült a németeknek, az ugye például nekünk is sajnos igen, 54-ben szenvedő alanyai voltunk nem, ennek. Na most viszont nem is olyan régen még eléggé gyönyörű képé festették fel ezeket a német nagy nemzetközi győzelmeket, labdarúgó győzelmeket, a sokszínű csapatot, a befogadó modern német társadalmat, és hát ugye volt ez a merkel szerelem is, a kancellárasszony megjelenik az öltözőben, jóba van a játékosokkal, támogatja a csapatot, ott van a mérkőzéseken. Hát ehhez képest meg most már a karikatúrákat látjuk, Virsa Fenesz a Igen. szlogent, de már karikatúraként. Hát az a közgondolkodás ilyen egyszer, mert egyszer ellene, Nyilván még jól ment a németeknek, addig, eh, addig nincsen gond, de hát a, a döntések hatása az inkább akkor eh, látszik meg, amikor nehéz eh, idők járnak. És sok érdekes párhuzam vonható lő és Merkel között. Egy részük nyilván teljesen jelentéktempő, egyiküknek sincs gyereke, egy, mind a ketten ilyen karrier, őrültek, de soknak azért van jelentőség. Nagyjából ugyanabban az időben kezdtek, nagyjából ugyanazzal a, az ilyen konok egy egyirányba gondolkodással vezetik az országot és a válogatottat, és nyilván össze is fonódik a kettőjük image -e, mert mondtam, hogy annyira fontos a németeknek a foci, de persze ez nem meglepő, politikus politikusok azért rendszerint kampányolnak sportolókkal. Igen, még az nagyobb jólétű országon is jellemző, az nem csak a szegényeknél. Persze itt a párhuzamokat túlerőltetni sem szabad, mert eszünkbe juthat, hogy a bevándorlókban igen gazdag francia csapat meg egyelőre dübörög. Kicsit más azért a, szerintem, ahogy a franciák a bevándorlást kezelik. Ugye egyrészt Franciaországnak sok gyarmata volt, és ha belegondolunk például a legnagyobb francia Star Zidane is, ugye tulajdonképpen visszavándorolt Franciaországba. És uh, ott azért jóval, de ha még egy kicsit még uh, elhatározóbb példát veszünk, akkor, uh, akkor ugye az angolok is ott is az éleik elég sok a nem angol száz származású játékos, de hogy ők már azért hosszú-hosszú ideje ott élnek abban az országban, bőven integrálódtak, és um, ugyanolyan, egy jáng az ugyanolyan angol, mint bármelyik másik, sok tekintetben, és elképzelhetetlen például az angol válogatottban, hogy valaki egy teljesen más értékrendű ország az angolok által nem szeretett diktátorának a választási kampányában vegyen részt. Ugyanez a franciákra is igaz szerintem. Igen, roppant érdekes, hogy ugyanakkor meg a nagy gyarmatbirodalmakkal rendelkező ország között, a spanyoloknál nincs, nem létezik ez a probléma. Vagy ez, ez a jelenség nem probléma, mint mi mondtuk ott azért más a németeknél. A dolog nem annyira mély történelmileg időben ja, a hát az jelenség, jelenség az miatt, azért, igen. Azt hiszem, hogy ők már Németországban születtek, de talán a szüleik. Az de hát itt, meg. azért a, itt már azért bőségesen a 45 utáni gazdasági bevándorlásról beszélünk. Véleményed szerint, a, ha azt nézzük, hogy futball és politika, van egy migrációs válság, ami vitákat szül Németországban is a hivatalos álláspont mögött azért a fedő alatt forranak az indulatok. Hogyan reagálnak erre az elmúlt évtizedekben úgymond pacifikált futballszurkolói közösségek? Hát, megtörnek bizonyos nézőpontok mentén, és az a felük, az a szegmensük, a, amelyik abba az irányba törik meg, az elkezd radikalizálódni. Ez szerintem teljesen világos pacifista a futballközönségről, egyébként Magyarországon szerintem kevésbé beszéltünk, mint nyugaton, um, nyilván meg egyáltalán a Balkánon, meg a Kelet-Európában szerintem kevésbé beszéltünk, mint nyugaton. Sokak szerint ez egy oxymoron is a pacifista futballközösség, miközben harci jelszavakat kellene kiabálni. Hát uh ha nem is bántjuk egymást. Ne bántsuk egymást, Igen. én is ezt mondom nyilván, de, de azért, aki járt futballmeccsen, az, az tudja, hogy az úgy nem működik, hogy, hogy azt kiabáljuk a másiknak, hogy, hogy szeretlek titeket. Ezek egy, egy futballcsapatnak szurko, szurkolni, az az, az identitás tudatnak egy, egy ilyen preparált váza. Ez gyakorlatilag az érzés, amit akkor érez az ember, az szerintem tökéletesen megfelel hazaszeretetnek, bármilyen lokálpatrióta érzelemnek. Ez ezzel jár, az ember valamihez kötődni akar, akkor mindenki más, aki, aki azzal szemben áll, ami ő kötődik, nyilván ellenfélnek, és esetben feltétlenül ellenségnek nézi. Szerintem ezzel alapvetően nincsen semmi baj. A végére értünk, még annyit mondj meg, hogy szerinted milyen jövő jósolható, közeljövő jósolható a német politika és a német futball rejtett, szimbolikus és egyébként valóságos kapcsolataiban is. Uh, jó kérdés. Most ez a fociban először ugye kicsit vakarniuk kell fejüket és kitalálni, hogy hova tovább. Nyilván ennél nálam sokkal nagyobb szakértők is foglalkoznak ezzel, hogy most mit fognak csinálni a németek fociban. politikában pedig uh, még nyitott a kérdés, ugye előtt marad, kell, azt meg majd meglátjuk, hogy mi történik. Merkel ma. meg ma megbeszéli Zéhoferrel délután Berlinben, hogy ugyan tovább. Hát igen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.